Középen folyik a Duna, két oldalán Pest meg Buda, Budapest, Budapest, Budapest. Ez az első állomás, ezt Petyka készítette. Egy nap alatt végig sétált a Dunaparton, és készített számtalan fotót, amiket összemontázsolt egybe. Adatokat látunk a Dunáról, hogy milyen hosszú, milyen széles Budapesten, mennyi a vízhozam a Budapesten. Jelölve vannak a fauszodák végig, ezek a kis házikok. Iszonyat sok van. 1910-ben volt a legtöbb, akkor 9 volt egyszerre, azon a szakaszon a Margit híd és a Petőfi híd közötti szakaszon. Pesten vagyok reggel, Budán vagyok éjjel, ott dolgozom, dolgozom, dolgozom. Egyedül hordtam kifele a tejet, amere jártam, nagyon tetszett nekem, hogy fehér volt az egész táj, amere néztem, fehér volt a határ. Régében a Dunában voltak hódok, meg itt Pestnél is, de kihaltak azoknál fogva, mert a hódfarokban lévő mirigyeket ilyen szexuális élékítőként használták egy időben. Jók voltak nagyon kalapnak, mert szörnyű vízálló, most már Csepelen is élnek hódok újra. Arany János hídoltás című verse kapcsán mesélő a rituális öngyilkosságokat a Dunán, és Oravec Gergely személyes élményei alapján egy képregényben mutatja be ezeket a utális vízbeugrásokat. Érthetetlen módon a bicikli út és a gyalogos út így egy helyen van vezetve, senkinek nem jó, se a gyalogosoknak, se a biciklistáknak. Ez az egyetlen megmaradt kis idilli Dunaparti rész, ezen a 300 méteren. Itt adtunk néhány tippet, hogy miket lehetne itt játszani. Lehet egy dollas naplázni, lehet egy petánkozni, ezek nem egyszerűen hívok. Középen folyik a Duna, két oldalán Pest meg Buda, Budapest, Budapest, Budapest. Pesten vagyok reggel, Budán vagyok éjjel, ott dolgozok, dolgozok, dolgozok.